Hát, ugye, ahogy az elmúlt két évet a pandémia árnyékába éltük, és mindig akár egy szájmaszkkal is, vagy valamivel éreztették velünk, éreztük, hogy rajtunk van a súly. Most ugyanígy van a háború súlya is mindannyiunkon. Ma is felhívott egy papbácsi a határ mellől, hogy van egy édesanyja 4 gyerekkel, nem fogadjuk be Déván, mert állítólag valami ismerőse is ide menekültek. Aztán befogadtuk, aztán telefonáltak, hogy végül mégis nem ide mennek, hanem Németországba. Mindegy, de nap mint nap érezzük a súlyát, a terhét ennek a háborúnak. És akkor ugye a nagyhatalmak, különféle országok azt mondják, új világrend kell, és azt a világrendet majd én vezetem. A mai evangéliumban Jézus egy világrendőről beszél. Ne gondoljátok, hogy azért jött, hogy a 10 parancsolatot, a szeretet parancsát felülírja, vagy abból egy betűt is elhagyjon. Nem. Én azt gondolom, hogy van nekünk egy világrendünk, van nekünk egy törvényünk, azt kellene betartani. Milyen jó lenne az országok alkotmánya azzal kezdődne, hogy szeresd uradat, Istenedet teljes szívedből, és fele barátodat, mint önmagadat. Igen, ez kéne legyen. És nem csak az országoknak, hanem a mi mindennapi alkotmányunknak is az első sora. Szeresd a tanárt, beszélj hozzá, figyelj, jegyzetelj, tanuld meg azt, amit felad, ha nem is 100%-ban, de legalább 50-60%, az már 5-ös-6-os, ugye? Szeresd a nevelődet, ha valóban el akarsz menni, kérenzél, beszéld meg, egyeztess. Ez azért fontos, mert gyermekként kell megtanuljuk azt, hogy igen, mások is élnek a világban, és úgy kell vezetni majd az autót, hogy ezzel se, azzal se koccanj, hogy ne menjél neki az előtted lévőnek, de ne fékezz úgy, hogy ha esetleg a másik hátulról neked jöjjön. Igen, meg kell tanulni úgy élni, hogy ne okozzunk fájdalmat. Teréz anya azt mondja, hogy élj úgy, hogy aki veled találkozik, az jobb ember legyen, az mosolyogva, jókedvel menjen tovább. Valamit kapjon tőled. Veled találkozik, ugye boldogságos szűzanya elmegy Erzsébethez, és Erzsébet, tudjuk jól, kijön, és azt mondja, hogy üdvözlégy teljes. A mélyembe felújongott még a kisbaba is, hogy megláttalak téged. És gondold el, hogy milyen jó lenne, hogyha téged meglát a tanár, a nevelőd, a barátod, a barátnőd, örömébe felújongjon. Jé, milyen jó, hogy itt van. Hát, Margitka, milyen jó, hogy itt vagy, együtt vagyunk. Milyen jó lenne, hogyha így tudnánk élni. És az iskolában én azt gondolom, nem csak a szorzótáblát kell megtanulni, hanem ezt is, hogy hogy tudok úgy én együtt élni veletek, hogy ne fájjon, hogy ne okozzak fájdalmat. Mert hogy, ahogy beszélsz ma a nevelőddel, valószínű 10 év múlva úgy fogsz beszélni a férjeddel is, a feleségeddel is. Na, húzol egyet a válladas, hiába mondod, nagy úr a hatalom. Én mondtam olyan nevelőket, hogy lehet megtanítani arra, hogy igen mondjanak. Na lássuk, ki emlékszik. Marika?
Hát, ha ő 10 dolgot kér tőlem, és én mind a 10-re azt mondom, igen, nevelőnéni. Hogy ne nevelőnéni? Itt is vagyok nevelőnéni. Akkor nevelőnéni megszokja azt, hogy igen, igen, igen. És amikor te oda mész hozzá valamit kérni, hát ha már megszokta, hogy rájár az ő száj, és igen, Marika, hogy ne Marika, persze Marika, kérlek szépen Marika. Ilyen egyszerű, nem? De ma a nevelőt kell megtanítani, vagy a társadat, aki szobában veled együtt van, igen mondani. De eljön az az idő, mikor saját gyerekedet kell megtanítsa, hogy nem azt mondja neked, nem, 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 nem kell, nem akarom, hanem azt mondja, hogy igen, anyuka, puszi, anyuka, szeretlek, anyuka. És ez nem olyan magától érthető. Ti is látjátok, hogy nem megy úgy zsigerből. Ezt tanulni kell, tudatosan tanulni. Tehát egyik másik gyereket felhozzák a folyosóra, és most oda megyek, és minden alkalommal megölelem, és megpuszilom. És utána megkérdezem, hogy vagy. Miért csináltad ezt velünk? Jézus Szűzany is azt mondja, nézd, anyád és én aggódva kerestünk, miért tetted ezt velünk? Én is így megkérdezem. De hogy ez legalább 10-15 évet tanultam, az biztos. A teológián minden vizsgát hamarabb letettem, mint a szeretet vizsgáját. És nem vagyok biztos, hogy most még most is, na, hát sokszor jó Istennél átmenő jegyet kapnék. Tanuljuk meg. Tanuljuk meg, hogy igen, bármennyire nehéz is, nem térek le a szeretet parancsáról. Na hát persze ez az lenne jó, hogy elmenni Amerikába, Ukrajnába, Oroszországba, Pekingbe, és őket is megtanítani erre. Na, hát ez bízunk a Jóistenre. De nincs más út, csak a szeretet útja. Minden más út, ugye, minden más, ugye, új világrend, már Nagy Sándor is akart ilyen csinálni, meg Hannibal, meg Attila, meg sorolhatnánk, Napóleon, Hitler, és ezek a világrendek mind rengeteg szenvedéssel, fájdalommal, hát sok-sok ember vérével ledőltek, megszűntek, nem? És ma ezeket az embereket, lehet, hogy valahol szobrot is építenek az ő tiszteletükre, de igazából senki nem tekinti őket boldognak, senki nem gondolja úgy, hogy ők valóban boldogok lettek volna. Hát, akkor még egyszer, ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy megszüntessem a törvényeket. Nem megszüntetni jöttem, hanem tökéletessé tenni. A 10 parancsolat. Vegyük elé iránytű, és járjunk annak fényében. Amen.